Előtt énekeljük el a 637-es számú éneket az Erdély Énekes Könyvből. 637, öröm van a mennyben. Olyan sokszor már megtetted, a te lelked által légy itt,
add a te áldásodat, és a látható ige hirdetés keresztül add, hogy valamennyünk szívében hadd fogalmazódjon meg a válasz, amit majd fogsz kérni tőlünk, hogy akár először, akár sokadszorra hadd közeledjünk hozzá. Köszönjük, hogy ezt hittel kérhetjük, és te ezt megadod számunkra. Áldunk ezért. Amen. Foglaljuk helyet a gyülekezet. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mindenkori gyülekezetet is. Elsősorban itt Kálmai Zoltán testvért köszöntöm itt, aki vállalta azt, hogy az ő hitét megvallja a gyülekezet előtt. Örülünk ennek a napnak, örülünk azért, hogy láthatjuk azt, hogy ma is az Úr Jézushoz lehet jönni. Sok szeretettel köszöntöm a családtagokat, akik eljöttek, a faluban vendégeket, tajtótkai gyülekezet tagjait. Köszöntöm Kulcsár Tibor testvért, aki már mielőtt is itt szolgál közöttünk, és ő fogja az ige üzenetét ma délután is hirdetni Marika kedves feleségével együtt. Mindenki szeretettel köszöntök, és van egy tartozásom, megkérdezték, hogy miért, és a Mészáros Attila figyelsz, te kérdezted meg, és mondom, hogy neked fogok választ adni, miért csak a fehér ruhások merítkezhetnek el. Szóval megkérdeztem tőle, hogy te is szeretnél, azt mondtam, még nem. Reméljük, hogy még nem, mögött majd ott lesz, hogy majd egyszerűen. Azért fehér ruhában, mert ezzel is jelképezik azt, jelképesen van Zoltán testvér úgy fehér ruhába, hogy átadta az életét, és tiszta, a bűnei meg vannak bocsátva, és az Úr Jézus elfogadta úgy, ahogy van. És majd ma, amikor a bemerítés megtörténik, az is egy jelkép lesz, hogy meghal a bűnnek, vagy a víz alá kerül, és egy új ember, egy új élet fog a vízből kijönni, és az új élet, amelyet Krisztussal való járásban nyilvánul meg, nagyon sok gyümölcsöt fog majd hozni. Az elmúlt héten szabadságon voltam, és munkahelyemen, hát vízből, meg talán nem is vízből, inkább pulból kerestek, és valaki azt mondta, hogy merítkezni meg. Nem tudták, hogy hol vagyok, de hát ha nem vagyok ott, akkor biztos valamilyen szolgálatra mentem. És másnap megkérdezték, hogy mi az a merítkezés. És hát ott bővebben elmondtam, hogy mi az a merítkezés. És hát aki először hallott ezt, millió egy kérdést föltesz ilyenkor. És jó ilyenkor bizonyságot tenni arról, hogy Isten hogyan változtatta meg az én életemet is. Ma egy olyan ige hirdetést látunk, olyan Isten tiszteletet, ahol majd hangozni fog az ige, hangozni fog az ének, hangozni fog a bizonyságtételet, és egy látható ige hirdetés is lesz, látható módon majd a víz alá merül Zoltán testvér. Aztán ha ide nézünk, akkor látunk két széket. Nem azért van a két szék, hogy a Zoli csupán a Bibliáját rakja oda, hanem az is egy olyan jelképes és látható ige hirdetés, és oda kellett volna talán írnom, hogy ez a te helyed. És amikor majd nézzünk el az üres székre, akkor aki még ilyenben nem volt része, aki még az életét nem adta át Jézus Krisztusnak, és ezért ne legyen az ünnepmondásnak az ige, ezért ha az Úr visszajönne most, vagy az élete vége lenne bármilyen okból, akkor a pokolba kerülne, lehet még változtatni. És az a te helyed. Kívánom, hogy az egész Isten tisztelet hadd legyen Isten dicsőségére, és hadd váljon valamennyünk számára üzenetté, akkor is, hogyha már régen túl vagyunk ezen, és akkor is, ha még frissen, vagy talán még előtte vagyunk. Most egy közös éneket énekeljünk, a 472. számének, amely így kezdődik, megmentett lény, imádja őt. Az ének után majd az ige olvasása, és annak hirdetése következik. Thank you.
apostol első könyvének az első fejezetének az ötödik versét. Péter első levele, első fejezet, ötödik verse. Következőképpen hangzik. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, mely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Imádkozzunk. Megszabadulunk téged, drága Uram, akinek egyedül van hatalmad, kiragadni a sátán fogságából, és a te hatalmad alá helyezni az életünket. Te tudod megőrizni egyen-egyenként valamennyiük életét. Köszönjük, hogy Zoltánt is kiragadtad a bűn fogságából, és áthelyezted a te hatalmadba, a te országodba, az Isten országába. És mi ma ezt ünnepelhetjük. Együtt örülhetünk, örvendezhetünk. Tedd teljesen a jövőnket. Amen. Köszönöm. Kedves fejérőmás testvére Zoltán, de sünnető gyülekezet és kedves vendégeim, úgy jöttünk be, öröm van a mennyben, egy bűnös felett a megtérve hazaérkezett. Tudom, hogy most, amikor a mennyben öröm van, öröm van Zoltán szívében, és látom a családot, öröm van a családnak a szívében, öröm van az egész gyülekezetnek, hogy mondom, hogy az én szívemben is túlállható öröm van. Ne legyen ünneprontás augusztus 18-án, amikor országos konferencia volt a tai táborban, összetalálkoztam Zoltánnal, és egy kicsit úgy megkopogtattam a mellkasát, és kérdeztem, hogy mi újság van oda benne. És jó híreket mondott akkor a Zoltán, nem tudom, emlékszel rá. Nagy öröm számomra, hogy Isten megragadta az életét. Mi is történik itt ma a testvérek? Erre a választ Isten drága szent igéje. Nem egy egyházi liturgia. Azért, hogy mi baptisták vagyunk, a nevünkbe hordozunk a bemerítést, ez nem egy egyházi liturgia. Nem is azt ünnepeljük, hogy hit elődeink így alapozták meg a mi közösségünket, a bemerítésre, nem ez igazán, és nem ez a legfontosabb, és nem ezért ünnepelünk. A bemerítés az nem földi élet. Ha valaki úgy gondolja, nagy tévedés van. Szeretném az igével mindig alátámasztani azt, amit mondok, hogy aztán, ha valaki vitatkozni akarok, akkor ne velem vitatkozzanak, hanem Isten igényével. Gondoljuk meg, amikor az Úr Jézus Krisztus tanít a templomban, és ezt mind a három evangélista, Máté, Márk, Lukács leírja, tanít a templomban, jönnek hozzá a főpapok, az írástudók, és azt kérdezik, hogy minél mi hatalommal cselekszed ezt. És azt mondja az Úr Jézus nekik, rendben van, kérdezik én is tőletek. A János keresztény mennyből van, vagy emberektől? Hát gondolják a testvérek velem együtt, hogy biztos ezek az emberek nagyon vakarták a fejünket, hogy most mit válaszoljuk? Ha azt mondjuk, hogy a mennyből, azt mondja, hogy miért nem tesszük mi is azt. Ha azt mondjuk, hogy emberektől, akkor megkövez bennünket a nép, mert János nagyon elismert ember volt. János nagy egyéniség volt a zsidó nép életében is. Kénytelenek olyat mondani, hogy sokszor mi is kimondunk, meggondolatlanul, hogy hát nem tudjuk. Azt mondja, hogy és akkor én sem mondom meg. Drága testvéreim, szeretném elmondani, hogy János nevében hordta az, amit tett. Johann Baptist, bemerítő János. Nem ő szerezte elsősorban a bemerítést, hanem Isten azért küldte őt, hogy készítsen Jézusnak utat, és végezte a bemerítés szolgálatát. Két fontos döntést van
az ember bemerítése előtt. Az első az Isten döntése és annak a felismerése, a második pedig az ember döntése. Miről is van szó? A bemerítés az szóban történő bizonyság után tettekben történő megpecsételése annak, amit kimondtam. Szívvel hiszünk, szájjal teszünk bizonyságot, tanít az ige. Isten úgy döntött, és az első döntésről szólok, Isten úgy döntött, hogy mindnyájunkat, akik itt vagyunk, mert akik még nincsenek, és itt ezt az egész világot, a bűn és a halál átkától, börtönéből, ahol a bűn oda sodor bennünket, ki szabadít bennünket, ki veszi az életünket, áldozatot árán. Jézus Krisztusban, egyszülött fiában lejött ide közénk az Isten. Lejött megkeresni téged, megkeresni engem, nem csak keresett, hanem meg is talált. Zoltánt is megtalálta. Erre a szolgálatra, erre a megmentésre sem égen, sem földön nem volt senki alkalmas. Amikor Jézus látta a mennybe, hogy nincs közbenjáró, így szólt. Íme itt vagyok, Atyám, hogy cselekedjem a te akaratodat. A könyv tekercsébe írva van felőle, olvasok a 40. Zsoltárban, olvasok a zsidókhoz illető 10. fejezetében. Áldozatokat nem kedveltél, de testet alkottál nékem, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Mi is az Isten akarata? Minden ember megtérjen és éljen. Ez az Isten akarata. Irántad is, irántam is, Zoltán iránt is. Ez volt. Hogy minden ember megtérjen és éljen. Ő benne által határozza meg a megtérés módját, útját, lehetőségét. Szeretném elmondani, hogy nincs önmegváltás. Az ember nem tudja magát megváltani. A 49. Zsoltárban olvasunk, hogy senki sem válthatja meg, Atya fiát sem. Ne is kísérletezzen, azt mondja a Zsoltáriról. Ha örökké minket ezen a földön, akkor se tudnánk annyit összegyűjteni, hogy megváltsuk magunkat. De valaki megváltotta az életünket. Jézus Krisztus egyetlen áldozatával örökre, tökéletesé tette Isten előtt a megszentelt. Az ő áldozatára nézve így szól az Isten, rád többé nem haragszom. Megbékült az Isten a föld bűnöseivel. Elfogadjuk-e mindnyáron ezt a felépülő békekezet? Jézus Krisztus Istennek kinyújtott jobbja, irántad és irántam. Ne utasítsd ezt. Ebben a kézben van a megtartatás. Ebben a kézben van az erő. Megváltásunkhoz, üdvösségünkhöz nekünk nem sok minden lehet hozzátenni. Egy dolog, amit viszont tenni kell. Enélkül nincs üdvösség. Enélkül nincs megérés. Azt mondja az ige. Ha megvalljuk a mi bűneinket, hű és igaz Isten, hogy megbocsássa azokat. Még egyszer mondom, ha megvalljuk a mi bűneinket, melyik bűnt lehet megvalni? A felismert bűnt, meg a megvált bűnt. Az, hogy sokszor meggondolatlanul kimondja az ember a másiknak, hogy bocs, bocsánat, és minden megy úgy, hogy eddig ment, nincs összesség. Az embernek el kell jutni a mélységre, ahol képes a pirulját. Hazamegy. Megmondom az életemnek, végezte. Azt mondja a Zsoltárnak, a bűnömet bevallottam, és te elvetted rólam bűneidnek a terhét.
ez az Isten döntése. Adta Jézus Krisztus, aki azért tűnt, hogy megkeresse és megtartsa, ami a mi. Megtalálni. Engedjük, hogy lenyúljon Jézus, hogy kiemeljen abból, amiben süllyed emberi élet. Hagyjad megtalálni magad. A mi Urunk végig ment a Betlehemtől egészen a Golgotáig. És ezt a hatalmas munkáját leíratta, kezünkbe adta, olvassuk és hirdetjük. Itt van a kezemben. Ott lehet a te kezedben. Egyél, hogy a kezünkből a szívünkbe kerüljön az ige. Azt jelenti, hogy rendezem kapcsolatomat az Istennel. A második döntés a mi személyes döntésünk. Zoltán nem 10 éves gyerek. Hívő családban nőtt fel. Mégis több év, nem akarom kimondani hány éves telt el az életében, míg ő egyedül önmaga eljutott odáig. Csodáltam az imádságát, mielőtt ide bejöttünk. Felismerte az ő életét. Felismerte, hogy milyen volt. Felismerte a szabadítót. Felismerte a szabadulásnak az útját, és hálát ad az Istennek azért, hogy most már szabad. Hogy az éneki jól mondja, Jézus megtalált és különbébe vett. Eltörölt a bűneimet, most szabad vagyok, az élet az enyém. Jézusban örökké élve én. De örülnék, ha minden jelenlevő ezt az éneket így elénekelni velem együtt. A mi személyes döntésünk. Ma azért vagyunk itt, azért van mi Zoltán testvérünk fehér ruhában, amit Jézus mondott a Lukács evangéliumában. Sokan hallgatják Jézus. Jönnek a bűnösök, a vámszedők, és azt mondja Jézus, hogy ezen igazat adtam az Istennek. A bemerítés nem liturgia. A bemerítés azt jelenti, igazat adtam az Istennek. Abban, hogy én egy bűnös ember vagyok, hogy én kegyelemre szorult ember vagyok, hogy megváltásra szorult vagyok, és megismertem a megváltót, megismertem a szabadulás útját, és hagyom rendezni az életemet. Igazán lesz az életemben, nincs ön megszabadítás. Amit Jézus Krisztus mondott a zsidóknak, akit a fiú megszabadít, az valóságban szabad. El a szabadságra. Nem olyan szabadság kell nekünk, mint volt 40 évig ebben az országban. Olyan szabadság kell, amit Jézus Krisztus hozott. Szabad a lelke. Szárnyal az ég felé. Ez akkor is igaz, amikor bűnincs van a kézen. Akkor is igaz, amikor a tengeren hánykolódik a hajónk. Igen, akit a fiú megszabadít, valóságban szabad. Ez az újjászületés. Ez a megtérés. Annak a következménye. Azt írja Pál apostol a 2. Korintus 5.17-ben. Aki Krisztusban van, meg van határozva helye. Új teremtés az. A régiek elmúltak, és innen újjá lett minden. Péter a megelőző versében a következőt írja. A 3. verstől áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak adja, aki újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, rólhatatlan, szemültelen, hervadhatatlan öröksége, mely készen van fenntartva számunkra. Ezt ismertünk fel, Zoltán. Ezt ismertünk fel mi, akik az övéi vagyunk. Ha van itt valaki, akinek ezt fel kellene ismerni, nyissa meg a lelki szemét, lásson rá Jézus Krisztus áldozatára.
Ez az új élet. Ez a Krisztusban való új életnek az öröme. Ez nem csak ide erre a földi létre szól. Nem csak itt örvendezünk benne, hanem örvendezünk az újjászületés csodája által az örök életben. Isten örököseivé lettünk. Azt írja Pál apostol a római levélben. Az újjászületés által fiat vagyunk. Én egyszer megszülettem magyar állampolgárnak, egy családba, Kulcsár családba, Alsó-Bereckibe. Ott anyakönyveztek. De az ide erre a földre szól. A újjászületés az nem ide erre a földre szól. Az én édesapámtól egy szomszéd se örökölt. Igaz, én se örököltem. Isten örökösség. Zsukon vagyunk. Fiak, örökösség. Örökösség. Istennek örökös társa a szenteknek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Erről az örökségről mondja az apostol, hogy készen van. Hit által Jézus Krisztusban nyertük el. Délután nagyon sok éneket idéztem, igyekszem délután minél kevesebbet, de egy ének most is jön, és mondanom kell. Legdrágább kincsem itt nekem, ki tudja folytatni? Tovább? Nagy felkiáltó jelet utána testvér. Megvan ez a drága kincs. Nyitva számomra menj, örökké élek én. Azt üzeni Jézus Krisztus a mennyből. János által adtam előbe egy nyitott ajtót, amit semmi nem zár. Az énekíróval kell, ó, légy, beállj ma mi ezen az ajtón. Légy be, légy az Isten örököse. Erről a kincsről szól az ige, amit felolvastam. Ennek a megőrzéséről, titeket Isten hatalma őriz, hitáltal az üdvösségre. Azt kéri a bölcs, minden féltet nincs kér. Jobban őrizd a szíved, mert abból indul ki minden élet. Mi is azt mondjuk, az életünknek a középpontja. És kérek, azt írja Pál apostol, hogy az a kincsünk nekünk cserépedénye van. Az én cserépedényem. Rogyadozik, töredezik, kívülről talán nem látszik. Repedezett. Szél a szív, amiben van a kincs. Azt mondja az ige, ezt őrizni kell. Az őrzés helyét és módját határozza meg az ige. Vigyázzunk kell, ez a feladatunk. Azt mondta Jézus, vigyázzatok és imádkozzatok. Lehet, hogy én magamat nem tudom igazán megőrizni. A kincs itt van bent a lelki házban. Azt mondja az ige, az őrzés technikáját kell megoldani ugyanúgy, mint ahogy megoldjuk a fizikai életben. Miről van szó? Rácsot, testvére. Rácsot minden nyílásra. Ajtóra, ablakra, szellőzőre. Mire van alap? És még valami, be kell szereltetni a riasztót. Hogy is van ez az ötödésünk? Ahol könnyen be tud hatolni az életünkbe, lelkünk ellensége. Nagyon-nagyon vigyázni kell. Rácsot kell szerelni, hogy benne jöjjön. Hol is jön vele inkább? Hát nézzük meg. Először is a szár, az ajtó. Mondhatnám már rá. Zsoltárt idézek. 141. Zsoltár. Tégy, Uram, zárvált az én számra. Milyen nehéz elhallgatni dolgokat. Apósom egy falujában összeveszett a bácsi meg a néni,
Tehát mind a kettőnek már nagyon fölment a vérnyomása, bácsi várta, hogy ki vagyok én ennél a háznál. Azt mondja a felesége, senki! Na, azért mondom, már azt sem tudta, hogy mire válaszol. A száj minden féltet nincsnél jobban ő. Tégy uram, zárvád az én számom. Őriztesd az én ajkamnak nyílásait. Vagy gondolj az ablakra a szem. Azt mondja a János apostol, hogy itt jön be a világ. Jézus meg így mondta, szeret kívánsága a nagy probléma az életünkben. Ha a szemet tiszta, az egész testet tiszta. Hány embernek tört be az életében a szemén keresztül? Vagy ott a szellőző nyílás az orr. Sok embert lelkül. Olyat, aki rabja volt az italnak, rabja volt a dohánynak, sok más dolognak volt a rabja. És azt mondta, testvér, amikor megéreztem a dohány fűsi szavát, nem tudom el. Amikor megéreztem az italnak a szavát, nem tudtam el. Testvérek, lehet, hogy ünneprontó vagyok. Nem tudom elfogadni azt, hogy egy ember valahogy le kell szokadni hosszú távon ezekről a bűnökről. Nem. Szabadulni kell. Elmondtam a testvérünknek a házában délben ebédnél. Az én nagyapám, aki Amerikába jött, és akkor hazaköltözött Magyarországra, vásárolt egy birtokot. Nagy pipás ember. Aztán, amikor vetett a búzát, akkor még nem gépből, hanem kötényből vetették. És mielőtt elkezdte volna vetni, megemelte a kalapját, imádkozni akart, mert már kint is járt ima házba. És észrevette, hogy a szájában van a pipa. Kivett a pipát, azt mondta, hogy a názáreti Jézus nevébe szabadulok meg tőlem. És eldobta. Ma azt mondjuk, hogy jaj, nem lehet, mert valaki nikotin függő. Minden függőségtől megszabadít Jézus egytől. Megszabadít a nikotin függőségtől, megszabadít az alkohol függőségtől, megszabadít a drog függőzésből, de ha valaki kötélen függ, azt már Jézus sem tudja megszabadítani. Ne jössön a világ senki. Jézus jött, hogy ne legyünk visszaesők. Megéreztem visszaestem. Főről már nem is beszélek, szeretném befejezni. Drága testvéreim, legyen beszerelve a riasztó. Mi is ez a riasztó? Ott bent a Szentlélek által az élő lelki ismeret. Meg szokott szólalni, ki lehet kapcsolni. Meg szokott szólalni, hogy ez hozzád. Meg szokott szólalni, hogy ezt neked nem lehet tenni. Meg szokott szólalni. Szíve őszinte vágya. Isten hatalma őrizze mindjártunkat hitáltal az üdvösségre. Míg el nem érjük, ami hitünk célja a lélek üdvösségére. És végül Zoltán testvére. Mai naptól három helyre, nem muszáj találnunk. Mai naptól három helyre lesz be, jegyezve a nevet. Azt mondja az énekíró, hogy nevem ott álljon, csak is azt kívánom, hogy az élet könyvébe legyen valóttány. A gyülekezeti nyilvántartásban majd az én kedves testvérem fölvesz, beírja a többi gyülekezeti tag össze. Ide tartozol. A gyülekezetnek aktív tagja leszel, úrvacsorázottan, szavazataiddal sok mindent hozzájárulnak. Miért valóban leírják a nevet? Bár oda ne írtam volna a nevet. A sárban is föl lesz a listáját. Majd olvasd el, amikor Stéfánnak a fiai elkezdenek ördögöt űzni. És jönnek az ördögök, és letépik a ruhától, mezítelenükkel, elfutniuk, és azt mondják,
kísértse. Neked egyre több kísértésed lesz, testvérem, és harcold meg a hitnek szép arcát. Állj ellen a gonosznak, és elfogadj. És ezt kérem a gyülekezetből is. Maradjunk azon a listán, amelyiket beon jegyezve a nevünk az örök élet könyvére. Hogy majd, amikor odaállunk, elé olvassátok mi nevünket is. Tiéd is, tiéd is, tiéd is, enyém is. Amen. Egy éneket énekeljünk. 523. számének, mint eltévedt bárány a mélyben leült, bolyongtam én sok éve állattam. Az ének után majd Kármány Koltán testvér bizonságtételét hallgatjuk meg. Ez indított el engem azon a gondolkodáson, hogy talán
nem tudjuk mennyi idő van még hátra, de ez zökkentett ki abból, én már többet akartam volna, de mindig ott Sátán azt mondotta velem, hogy még ráérek, hogy még messze van, de ezt végül is nem lehet tudni, hogy mikor jön mindenki számára el, de az főleg nem lehet tudni, mikor jön a egyén számára el, mert nem tudhatjuk, hogy meddig tart az életünk, lehet egy baleset, lehet egy betegség által, hogy el kell menni, és ezért indultam én el ezen az úton, hogy meg kellett látnom a bűneimet, és Istenhez jöttem, mert ő hű is igaz, és ő hű marad mindig, míg az emberek, mi is hűtlenek vagyunk, ő mindig hű marad, és Istenhez fordultam, és kértem a bűnbocsánatot, mert csak ő általa lehet meglátást megkapni. És ezért merítkezek be, hogy ezzel a döntésemet megpecsételjem, mert ez az Úr parancsa, hogy ezt így meg kell tennünk, és fel szeretném még olvasni a 145. Zsoltár 14. versétől, ami számomra egy örömüzenet, és azt kívánom mindenki számára az legyen. Támogat az Úr minden elesettel, és fölegyenesít minden környedőt. Mindenki várakozva néz rá, és te idejében adsz neki keledet. Kinyújtott kezedet, és kielégítesz minden élőlény kegyelmessel. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenki, az aki hívja, mindenki az, aki igazán hívja. Teljesíti az Isten félő kívánságát, meghallgatja a kívánságukat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldjon mindenki az ő szent nevét mindörökké. És ez úgy hiszem, hogy ebben benne van minden, hogy ha valaki keresi az Urat, akkor megtalálható, de ha valaki a bűneiben marad, úgy hal meg, akkor a pokol vára is. Azt hívom, hogy mindenki el is van addig, hogy megvallja a bűneit, és ne kelljen a pokolba. Ilyeket helyezeljünk el közösen, Zolival együtt, valamennyien elmondhatjuk ezt sokan, hogy szívemben eldől, követel Jézus. Mind a négy verső énekeljük el. Thank you.
Baptista gyülekezetünkben szokás az, és nagyon jó szokás, hogy aki kéri a bemerítést és szeretne csatlakozni a gyülekezethez, mert a Jézus Krisztus mint személyes megváltóját elfogadta, azt a gyülekezet közössége az megkérdezi, kikérdezi, és egy tagfelvételi alkalmon fölveszi a gyülekezet tagjai sorába. És hát mi Pósnerben tudjuk, hogy nálunk ez úgy történik, hogy nagyon sok kérdést fölteszünk. Én személy szerint is felszoktam 15-20-25 kérdést, mikor mennyit tenni, és elbeszélgetünk, és ez történt Zolival is, már jó előtte is beszélgetünk ezekről a kérdésekről. Így a gyülekezet meggyőződött arról, hogy látva az ő megtérésének gyümölcseit, amit hétről hétre, hónapról hónapra láthatunk az ő életébe, és hallhatunk tőle, és azokra a kérdésekre is olyan megnyugtató válaszokat adott, amelyet kérdeztünk tőle, hogy bátran és örömmel fogadtuk a gyülekezet tagjai sorába. Mégis most az Isten színe előtt és a gyülekezet előtt szeretnék három kérdést tölteni neked. Az első. Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te személyes megváltód? Hiszem. Emberi érdekből, vagy mások késztetéséből, vagy önként vállaltad a bemerítést? Vállaltam. Az Úr Jézus útján elindultál. Szeretném kérdezni tőled, hogy ezen az úton Jézus követni meddig akar? Életem végén. Köszönöm szépen a válaszokat, Isten is a gyülekezet hallotta. És most a gyülekezet énekelni azt az éneket, hogy megmozdul a pártban a bűn, és következik a kérdés. Amen.
áldalak és magasztalok, mennyei édesatyám, azért, hogy most láthattuk azt, hogy valaki meghal a bűnnek, és veled együtt új életre kell. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy még tart a kegyelmi idő, és még mások is jöhetnek, és mások is megvallhatják az ő bűnüket előtted, és te azt elveszed, megbocsájtod, és új életre ajándékozol meg. Add, Úr Jézus, hogy hadd lehessen ez minél hamarabb, hadd történhessen meg ez itt, ebben a gyülekezetben is. Nem azért, hogy a gyülekezet létszáma növekedjen csupán, hanem azért, hogy emberek meneküljenek meg, és örök életük lehessen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te munkálkodsz, add, hogy mi is ezt a munkát, hadd tudjuk a te eszközökként úgy végezni, hogy te abban tudj gyönyörködni, és a háladásunk egyre magasztosabb lehessen azért, mert emberek térnek meg te hozzád. Úr Jézus, azt kérem tőled, hogy te áld meg az oltár életét, add, hogy ő is olyan lehessen a te kezedben, aki másokat is vezet hozzád. Amen. El is döntöttem, hogy én elfogadom ezt a meghívót,
magunkat. Rá kellett jönnöm, hogy 12 évesen nem nagyon tudok én dönteni, mert még egy 12 éves ember nagyon nem tudja, hogy mit fog tovább tanulni, vagy csak lehet, hogy ez az én életemben van így. És utána így évről évre mindig Isten üzen nekem, ezt később így visszanézve így látom, persze akkor nem így gondoltam. És 2009 nyarán elkezdtem gondolkodni, hogy vajon én már egyszer döntöttem is, hogy hol vagyok most. És talán aki most már döntött az Úr Jézus mellett, megkérdezhetnénk magunkba, hogy hol vagyunk most. És utána Isten hirtelen meghallottam az ő szavát, és sok minden által üzent számunkra, és 2010-ben először megbántam a bűnémet, és 2010-ben meg bemerítkeztem. Ezen a hétvégén egy ifjúsági konferencián vettünk részt Vácon, az országból több fiatalok itt részt vesznek ezen a helyen, és ez egy három napos péntek, szombat, vasárnap. És ez úgy néz ki, hogy vannak előadások, vannak éneklések is, vannak játékok is, még beszélgetések is, még sok mások is. És tegnap egy ilyen nagyobb beszélgetésbe keveredtünk bele, és feljött ez a bemerítéses téma, és akkor mondtuk, hogy mi sajnos nem tudunk részt venni a mai konferenciai napon, mert itt fogunk, de itt lesz nálunk bemerítés, és egy katolikus személy kérdezte, hogy nálunk milyen a bemerítés, mert hogy nálunk csak a fejüket megszórják vízzel, és ennyi. És akkor elmeséltük neki, hogy itt hogy van, és akkor a végén azt mondja, hát ez tök jó. És valahogyan, és elkezdett törülni, és valahogyan én elszégyeltem magam, hogy ez tényleg jó, és hogy én miért nem tudok ennek örülni. És majd a mostani ifjúsági énekünk az lesz, hogy meghallottam a lány szavad, aki már elfogadta az Úr Jézust, azt arra buzdítanám, hogy álljunk ki mindig mellettem. És aki még nem fogadta el ezt a meghívót, annak még van lehetősége. Dönts el még ma. Thank you.
Kedves testvérek, hallottuk egy fiatal embernek a bizonyságtételét, milyen küzdelem volt benne 12 éves korában. Ma két hete háború ünnepély volt az újpesti gyülekezetben, és pastor Simre testvér ott mondta el a következőket, akiről beszélt az most már idős ember, hogy valahol a végeken volt egy fiatal fiú, és szeretett volna bemerítkezni. Meghallgatta a gyülekezet vezetősége, azt mondták neki, megsimogatták a fejét, minden nagyon jó, amit mondol, csak egy kicsit várjál még, érned kell. Következő bemerítésnél megint meghallgatták, azt mondták neki megint, minden nagyon jó, amit mondol, megsimogatták a fejét, még üljél le, várnod kell. Amikor ezt harmadszor megtették ezzel a fiúval, akkor odafordult az előjáróság felé, és azt rendben van. Nem merítenek be. Ha én most közel jövőben meghalok, gyülekezet vezetőségét be fogom vádolni Jézus Krisztusnál, hogy nem merítettek be. Senkit ne kelljen bevádolni. Fiatalok, nyitva a lehetőség. Be lehet merítkezni. Az áldáskérő imádság fog következni, Kucsák Tibor Elipászló testvér fog imádkozni Zoltán testvér életéért, hogy Isten áldja meg két rátételes imádságban. A gyülekezet ezt fennállva hallgasson. Mennyi édesatyám, hálát adunk neked Kálmai Zoltánért, az életéért, szüleiért, nagyszüleiért. Köszönjük, hogy elmondhatjuk, hogy szent volt a gyökér, szent volt a törzs, és most szentek az ágok is. Egyedül tiéd a dicsőség, a magasztalás, örökkön örökké. Arra kérünk téged, Uram, hogy áld meg az ő életét. Töltsd be most a te lelkednek erejével, hogy ne találja a megtisztított, kisöpört házat, lelkünk ellensége üresen, hogy ne törjön rá sokat magával. Kérünk téged, vedd oltalmadba, erősítsed meg, adjad, hogy naponként keressen téged, amíg megtalálható vagy, hívjon segítségül, amíg közel vagy, hogy élvezhesse áldásaidat, hogy ne csak ezek az ünnepi percek, hanem az élet nehéz óráiban is, hogy élje át, hogy jóságos az Úr, örökkön örökké. Amen. A köszöntések sorak fog következni, hadd legyek én ebben az
első, és hadd köszöntselek téged úgy nagyon sok szeretettel, mint aki a Magyarországi Baptista Egyház és a Kósnai Baptista gyülekezet úrvacsorázó rendes tagja vagy, és így kívánok az életedre azt, hogy valóban, amit Isten rád bízott, azt hadd tud elvégezni, és fogad szeretettel egy emléklapot a bemerítésről, amelyen a bemerítés ígéd van, és a gyülekezettől egy Biblián, és hadd olvassak az Bibliában, hogy Pál apostol írt a gyülekezetnek, és azt most hadd legyen neked személyes, azért, amint elfogadtad a Krisztus Jézust, az Urat, úgy jár ő benne, meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővölködve a háladásban, ahogy azt tanultad is. Ezt kívánom nagyon sok szeretettel, Isten felhívja. A fiatalokének itt kérjük, utána a család nevében az édesapakán megoldást a teste fogja köszönteni.
eszembe is, és az változott dolgokban, hogy egy 35 éve tudom az vágy, a szóházkodás, meg a beteljesedését látjuk. Mert szokás, hogy nálunk egy öregedben a újszülöttet elhozzuk, és imádkozunk érte, imádkozunk öregedástól, vagyisem kapcsolatunk egyenlőnk szeretébe. És mindez a szülők felé is egy kötelesség, úgy neveljék a gyermeket, hogy Isten félelemben próbálják. Ezt találték hat jó nevelésig, gyermek iskolú, még nem van egyedik, de később saját magát kell dönteni, és ezt a döntést meghozta. Hitet nem tudtunk, és nem is lehet, nem tud senki se belenevelni utódjába. Ez az, hogy fölismerték, csak szerelőnök egyenlőt, az nagy lehetősége, Isten megkereste őt. De örülünk annak, hogy ez a vágy felsődött, amit 35 évvel ezelőtt elhangzott az életedben, imádkoztam kérte, és imádkozott az életedben. De mint, hogy a szívedben megmarad minden időben a döntés, hogy azt szerint gondolom, és azt szerint következett be a megtérésed is. De egy, amit szoktunk mondani, hogy üdvösségünk az, nem tudunk tenni semmit sem érte. De egy valamit az, hogy dönteni, elfogadni, befogadni őt, és ezt megtetted most az alkalommal. Ez egy pár igeveset jönnek felolvasni, ami legyen is igazat egy életedre, de bevessen, ez mindenki van téged. De amikor megjelent a mi üdvözítőnk, Istenünk jósága és ember szeretete, nem általunk végezni igaz cselekedetekért, hanem egy írtalommából üdvözített minket, újjászülő és megújító fűzője a Szentlélek által, akit kitöltött rá a vasztalon, Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelmében megkoszolva reménységünk szerint részesek legyünk az örök életnál. Ezt kívánom, hogy ez maradjon a bennem, és a kevesen akutat, hogy egy gondolat, énekét hallgassuk meg, majd az ének után Hajdúné Kálmai Jenikő és Hajdú László testvér köszöntésével. Yeah.
a legközelebb álló bizalmas testvéred, és végig gondoltam, hogy mit is mondhatnék neked, hogyan is köszönhetnének, és olyan sok minden eszembe jutott, olyan sok mindent tudnék mondani, de mégis hadd ragadjak pár gondolatot ki először, és az, hogy te vagy az első testvérem, és mikor kicsi voltam, akkor nagyon vártam egy testvére, és te megszülettél, és nagyon jó, hogy megszülettél, és együtt növekedhettünk fel. És teltek múltak az idők, együtt jártuk az útjainkat, sokat beszélgettünk, és én megtértem, aztán férhez mentem, és volt egy, és még közben is nagyon sokat beszélgettünk, és láttam a küzdelmes útjaidat, és emlékszem rá, és nem tudta elmészele, hogy egyszer mondtam, hogy ha Istenben bízol ő, minden kérdel számára, minden odaad neked. De persze nem könnyű. És volt egy álmom, még, hát ez már tőlünk 10 éve, és azt neked is mondtam, és a anyjéknak is. És az álom arról szólt, hogy eljött az elragadtatás. És mindannyian a családunk, a szűk család, hatan voltunk, és öten ott álltunk az Úr és mellette. Ott volt egy láthatatlan szakadék egyedül. És engem ez nagyon megérintett akkor. És nem is felejtettem ezt az álmot azóta, se pedig már 10 évvel ezelőtt történt. És akkor nem csak imádkoztam érte, és akkor úgy jöttek nekem is az életemben sok minden, és én úgy elmaradt. És mikor férhez mentem, akkor meg előjött ez az álom, és akkor Lacival is nagyon sokat imádkoztunk. Megint teltek múltak az évek, és jöttek a gyerekek, és tavaly évvégén, évelején úgy év volt, Bálint szólt, hogy gyülekezetben, hogy imádkozzunk egymás félért, valakiért, bárkiért, a faluból, a családból, bárkiért, és úgy van eszembe jutott ez az álom. És mondtam is a Lacinak, és olyan volt most megtapasztalni, hogy ez befejezetet, hogy te köztünk lehetsz, és nem a túloldalon, és hogy a testvérem voltál, testvérem, most már lelkileg is a testvérem vagy, nem csak féltestvérem, testvérem, teljesen testvérem, testvérem, lelkileg is. És tudom, hogy nem lesz könnyű az út, de az Úr velünk van, és ő előttünk jár, és egy igerésztettel szeretnék köszönteni, és fogad nagyon a szívedben, mert tényleg így lesz ezen az úton. Az Ézsaiás 40. részéből. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem langad el. Értelme kifürkészhetetlen, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és elalkadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak el a sasok, futnak és nem langadnak el, járnak és nem fáradnak el. Ezt kívánok, hogy ez a bizalom mindig legyen el, Isten is beköztet. Nem beszéltünk össze, hogy vajon mit fog elmondani, hallottam azt a kronológiát, hogy hogyan éltek meg azt, hogy a megszületett az első testvérem, aztán bemerítették és félreztem. Ebből az élődött igazságérdésük jutott eszembe oldalán, amikor a gyerekeket megkérdezték otthon Enikőjék, hogy mi az a bemerítés, és így a minden tudóknak a tudásával mondta, hogy aki bemerítkezik, az utána megházasodik. Ezzel kapcsolatosan négy dolgot hadd mondjak el, ahogyan Isten
jelen pillanatban is néz. Az első, hogy Isten azt mondja, hogy boldog legyél. Azt mondja Jeremiás 31-ben, hogy örök szeretettel szerettelek, azért mondtalak magamhoz szükségesen. Mert ő azt akarja, hogy a vele való kapcsolatban is megkapasztalja ezt a boldogságot. Aztán azt is mondja az ige, hogy úgy gondolkozik boldog Isten, hogy ő soha nem akar cserben hagyni. Egy zsidókozik levélben olvasott, hogy nem maradok el tőle sem, el nem hagylak téged. Aztán persze jó ezt elmondani, de amikor a mindennapokat éri az ember, és hogy egyik kudarc a másik után, meg egyik portlás a másik után van, akkor nehéz ezzel úgy sokszor összerakni a kettőt, hogy hogy van az, hogy azt mondta Isten, hogy nem hagy el minket. De hadd mondjam el, hogy Isten ezeket az állapotokat is látja, és ő ekkor sem gondolkozik másképpen, hogy ő ugyanúgy elkötelezte magát feléd, és azt mondja a 2. Timóteus 2-ben, hogy ha bűtlenek vagyunk, ő marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Aztán elhangzott a benedítésnél egy nagyon fontos ige, amiben Isten azt hiszem, hogy értékes vagy. Azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. A vizen kell szállt, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. A tűzben jársz, nem bezsemülsz meg, a láng nem éged meg, mert én az Úr vagyok a te Istened. Drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek. Ne félj, mert én veled vagyok. És végül még, amit üzen Isten van nekünk, és neked különösen, hogy Isten sosem téves szem elől. Több mondatban olvashatjuk, hogy is olyan, mint a mi Istenünk, az egeken szágult segítségedre, és fenségében a felhőkön hajlé az örökké való Isten, halad vannak örökké való karjai, elűzi előled az ellenséget. Azt kívánom az ütőség nevében is, hogy éljél benne a szeretetben, és tapasztalt meg ezt a bizonyosságot. A ritmuság énekét hallgassuk meg, az ének után majd Kulcsár Tiborné, Mari Panini köszöntését és Zsolt Tamás köszöntését hallgassuk meg. Thank you.
minket. És azt mondja Péter apostol az első nemzetű intézkedésére, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert hogy én úgy gyakran lejárt. Biztatás. Borús arcot gondok nyomára, ne lásson rajta a világ. A menny vízfényét lássa csak, mely arcodon hívből van. Hadd lássa, terhet bár nehéz, van segítőd az égi kéz. S bár látsz közel, mint bajt, halál, rád égi harmad hét sugárt. Lássák, hogy gyermekévé tett az Úr, eltörné minkedet, gazdag örökség vár rád, fenn a mennyben van hazád. Dicsőítsd a világ előtt, Uradat, másoknak is mindent. Lássák, az Úr hű és igaz, ki Jézusé, mi boldog az. Kint Áronnal beszélgettünk, és megkérdezte tőlem, hogy kinek a nevében fognak köszönteni, vagy esetleg az ifjú házasok nevében, és akkor ránézett, mondta, hogy hát, a ifjú házas nem vagyok, akkor esetleg a gondnokok nevében. Igazából Tündi azért mondta, hogy köszöntselek, mert sok családtag, apukád, testvéred, rokonok köszöntöttek, hogy egy barát is köszöntsem. De igazából így rájöttem, hogy nem barátként köszöntelek én sem, hanem mint az én testvéremet az Úr Jézus Krisztusban, és hálás vagyok azért, hogy így köszönhetnek. Tudom, hogy nagy lelki harc volt neked is, nekem is, Áron is, ahogy elmondta. Ez a döntés nem könnyű, úgy gondolom, de örülök, hogy te is ezt a harcot megharcoltad, és az életed legnagyobb döntését meghoztad. Olyan útra léptél rá, ami nagyon sok örömet tartogat számodra, örömteli, sok áldást fogsz megtapasztalni, de lesznek harcok is, nehézségek is. Ez sem titkolja a Biblia, de hálásak lehetünk azért, és én is tapasztalatból mondhatom, hogy lesz valaki, aki mindvégig veled lesz a örömökben, veled lesz a nehézségekben, aki a karján fog hordani, és ő soha nem fog tőled eltávolodni. Ő Isten, aki mindig megsegít majd téged, hogyha te hűséges maradsz hozzá. Ezt kívánom az életedben, hogy tudjál mindig az ő közelségében maradni. És így a Laci, amit mondott, hogy aki bemelékezik és megházasodik, eszembe jutott nekem is, hogy Bulcsár Tibi bácsi imádkozott fölöttem az én bemelékezésemen, és valahogy úgy mondta, hogy Isten rendelje ki nekem egy rózsaszállat, hogy valamilyen szavakkal, mert pontosan nem emlékszem, és valóban ez megtörtént. Láthatod, hogy a család is szépen szaporodott, és ezt kívánom neked is, hogy te is találd meg majd azt a társat, akire tudom, hogy mehetsz, és egy olyan társat találja, aki ezen a lelki úton fog téged segíteni, és egy igét szeretnék még neked felolvasni. 37. Zsoltárban van megírva, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit, hagyd az Uram tudat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, világossá teszi igazságodat, jogodra fényteli. Kívánom ezt, hogy megmondta, bízd rá az életedet Istenre, és ő minden szükségedet be fogja tölteni. Biztosan sokunknak van még jó kívánságai és köszöntése Zoli felé, ezt majd megtehetjük az Isten tisztelet vége után.
most hajtsuk meg szívünket és fejünket, és adjunk hálát Istennek azért, hogy láthattuk ezt a látható igehirdetést, és hogy még van lehetőség arra, hogy az ő hívó szavára, igen mondva, azok, akiknek életében még ez nem történik meg, azok megtehessék azt, hogy az Úr Jézus követve, az ő után járva éljék az életüket. Kicsit életindít úgy imádkozom, és mindannyiunk nevében két testvért szeretném kérni, hogy hangosan imádkozom, Kristóf László testvér és Kálmény Barnabás testvér. Isten, ti szeretünk végéhez közeledve, nagyon sok szeretettel köszönöm ismét a gyülekezetet, mindenki életére Isten áldását kívánom, és kérlek, vigyétek el a mostani gyülekezet köszöntését, onnan, ahol jöttetek, Isten áldását kívánok életetekre, szolgálatokra. Így köszönném meg Kulcsár Tibor Lelkipásztor testvérnek, hogy eljöttél és elvállalt ezt a szolgálatot. Én azt vallom, és ezt a gyülekezetnek is szoktam mondani, és így gyakoroljuk, hogy vannak olyan ünnepek, amelyek hát elsősorban családi ünnepek, és ha nem is ünnep, de esemény, és én ilyennek tartom a gyermekbemutatást, a mennyegzőt, a bemerítést, és még a temetést is, hogy elsősorban a szolgálattevőket a család kérésére választjuk. És amikor a Zolival beszéltünk a bemerítésről, az első azt mondta, hogy szeretném, ha Kis bácsi jönne. Mert annak idején, amikor ő itt volt a lelkipásztor, olyan sokszor biztatott meg, mondta, és én mindig nevet mondtam neki. És én szeretném, hogyha ő üzenem, és látna azt, hogy az akkor elvetett igema, az ki kell, és együtt örvendezünk. Így köszönöm, hogy elvállaltál, és eljöttek, és szolgálatot közöttünk, és küldjük a köszöntésünket Újpestre, Sződre, ahol Isten Úr, Isten áldja meg. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és mindkét gyülekezet életére Isten áldását és sok békességet kívánok. Hirdetném a következő alkalmainkat. Hát a következő az néhány perc múlva záró ének után fönn a Kisteremre szeretett vendégséggel folytathatjuk, csak már kötetlen formában az együttlétet. Mindenkit szeretettel várunk fönn egy kis süteményre. Aztán jövő héten csütörtökön, akkor lesz videóra, jövő hét vasárnap 9 órától, délután 3 órától lesz istentisztelet. Délelőtt urvacsai istentisztelet tartunk, amelyre mindenki szeretettel hívunk és várunk. És van, délelőtt is említettem, két hét múlva, november 10-én vasárnap a bibliai barangolások az Ószövetségben című előadás lesz egész nap. Erre is mindenki szeretettel várunk, a mai nap a határidő jelentkezésre, 1500 forint a részvétel díja egy napra, ezt alkalmazza azt az anyagot, amit majd hoznak a testvéreink, egész nap együtt leszünk közös ebéddel. Helyszínen is lehet, akkor 1800 forintot kérnek a szervezők. Mindenkit várunk, nem csak innen a kapukból, várunk, ha jönnek interneten, plakátokat is lehet olvasni. És hogyha valakinek van hirdetni, vagy közölni valója, azt még most meghallgatjuk, mielőtt befejezőnéket énekelnénk. Hát én nagyon szeretném azok, én nagyon boldog vagyok, én a nagy nénye vagyok az Zolinak, és én nekem olyan boldogság és olyan örömet el, hogy megérhettem azt, hogy bemerítkezett, és átadta magát az Úr Jézusnak. Nagyon boldog vagyok, és nem tudom örömmel elmondani, hogy meghozta azt a elhatározást, hogy ő tartozik most már közösséghez, és egy lelki üdvösséget, békességet kapott, és most már az élete során van, aki kíséri és őrzik, és mindig elhat. Köszönjük szépen! Ez így igaz, mi is nagyon örülünk és nagyon boldogok vagyunk, de ettől még lehet az ember boldogabb, és én ezt kívánom neked is, hogy azt a boldogságot is éled át, amikor te ugyanebben a helyzetben leszel, és kívánom, hogy adja meg Isten azt, hogy te is átjöjjön a mély boldogabb, a földesen, mennyiben odáll körökké. Ha más kérdezni való nincs, vagy közönül, akkor egy befejező éneket énekeljünk, fennállva énekeljük a Légy, mint halálig hű kezdett éneket, 455. számú éneket.
Istennek megváltott népe, áldjon és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te felé, és adjon békességet néked. Amen.